Azt az utat neki, hogy vezet Egyiptom. Egyiptom! Senki az Jó reggelt! Ez nem egy ilyen tipikus napi vlog, ami reggel indul, de mégis reggel indul. 3 vagy lehet, hogy 4 olyan élményemről szeretnék itt a budapesti életből megadni, ami nekem nagyon-nagyon sokat tud adni. Kezdjük ott, hogy most 4:45 van, és nem a reptérre megyek, nem egy rossz vizergépet szeretnék elkapni, hanem a napfelkeltét várom, és most ilyen esős idők vannak valamiért, és nem biztos, hogy a legjobb lesz, de mégis jól esett felkelni úgy, hogy nem állítottam ébresztőt, csak bennem volt, hogy ma reggel mégis eljönni, megnézem milyen, és magamtól felébredtem, és nem is tudtam visszaaludni. Úgyhogy ez a napfelkelte az egyik élmény, amit szeretnék veletek megosztani, és lesz másik 2 dolog, amiben lesz egy kis utazás, át fogok ruccani Ausztriába, lemegyek Balatonra, de hogy pontosan mit fogok csinálni, azt most nem osztom meg veletek, hanem úgyis kiderül majd a vlogból. Most jöjjön még pár szép éjszakai felvétel és kép. Most kapcsolták le a lámpákat, azt is jól tudom, hogy 4:45-kor biztos Joko Willink miatt csinálták ezt. Egy barátom szokta mondani, hogy nem lehet mindig jól járni. Ez a napfelkelte olyan, de mégis valamiért van egy olyan jó érzésem, hogy itt a város még alszik, nincs még itt semmi, és így körbenézni mi hogy van, és most egy gyönyörű helyszínre fogunk érkezni. Hol vagyunk? Ott a bazilika. Közben vicces nézni, hogy még akik a buliból jönnek vissza, hát egy 10 éve még én is nagyjából ilyen voltam. De ha már ilyen korán felkeltem, akkor eljövök egyet edzeni. Még szerencse, hogy ilyen korán nyitva van az edzőterem. 1, 2, let's go! A legjobb gondolat, amivel átvezethetném a következő blokkunkra a témát, hogy vannak dolgok, amikre igent érdemes mondani, és nagyon jó, hogy vannak az embernek barátai, és tud egy random kedden így a Balatonon tölteni egy kis időt, amit most meg is tehetünk, úgyhogy most az egész napot itt töltjük, vitorlázgatunk, drónozunk, eszünk, iszunk jókat, és nem tudjuk még meddig maradunk, pont az, hogy annyi terv volt, hogy itt vagyunk, aztán megy tovább, ahogy éppen jól érezzük magunkat. Tehát néha nem kell minden egyes részt így betervezni, jön egy lehetőség, és fogod, és így jól érzed magad benne az adott. Ezzel a vitorlázásunk nagyjából zárult, és látjátok mögöttem milyen gyönyörű naplemente van, imádtam az egész naplementét. Most viszont a következő 2 rész az zene, buli, koncert lesz. Az egyik egy backstage-es és, hát jó, mondjuk a címből, aki megnézted, láthatja, hogy kivel csináltam egy villámkérdéseket, ami majd még jóval később jelenik meg, de gondoltam, hogy magát azt a backstage feelinget megmutatom, és aztán meg utazni fogunk egy másik koncertre. Ha tudjátok, mi a kedvenc zenekarom, írjátok ide, hogy tudjátok-e, vagy nem, mert arra megyünk, úgyhogy baromi jó ez a hét. Erre majd van szó. Most próbáltok, vagy azt a felvezető 3 kérdés, amit mondtam, azt letoljuk most? Most csak vele megnézem, a beállunk a mikrofonba. Jó, tök jó. Nagyon jó. Következő élmény, amit szeretnék veletek megosztani, az az, hogy itt vagyok a parkban. Ez a következő élmény, amit szeretnék veletek megosztani, hogy itt vagyok a parkban, Majka koncerten, illetve előtte vagyunk, most csináltam egy interjút, és közben backstage-be lehet csinálni filmeket, minden nagyon jó arc volt. Így néz ki a backstage a Budapest Parkban. Nézzük bele, most jön a jó, a rossz és a kárter! Mehet a beszélgetés? Igen. És mi a kamionunk, azt nagyon jó. Kamionok legyen ott? Nézd meg. Jól néz ki? Hát, hol nézel ki jobban, itt vagy ott? Nekem tök mindegy. Jó, szerintem ez itt teljesen jó, most volt meg a próbátok. Igen. Három kérdés van. Az első, hogyha valaki mondjuk olyan pályára szeretne lépni, mint te, de ugye itt az a nehéz, hogy elég sok mindent csinálsz, de mondjuk akár zenébe, vagy médiába, mit javasolnál neki? Semmi, te vagy. A következő generációnak hogy kezdjen? A következő generációnak nem kell meg... Ez már nem, figyelj, ez, amit én csinálok, szerintem az már nem fog létezni egy 10 év múlva. Ami nagyon-nagyon kemény. Na mindegy, szóval az lennék, hogy szerintem ez egy ilyen kihaló félben lévő szakma lesz. Nem mondta, hogy dinoszaurusz vagy. De az lesz, szerintem a mi munkázzal szerintem az lesz, hogy hogyha meg is marad a szakma, akkor olyan lesz a televíziózás, hogy komplett olyan tévéadás szerintem nem lesz már, hogy reggel, mit tudom, elindul 6-kor, és este éjjel 2-kor vége van, hanem hogy olyan lesz, mint egy videótár, hogy készítünk műsorokat, és azokat meg lehet nézni majd a televízióban bármikor. És hogyha ebbe valaki szeretne belevágni, akkor az hogy? Hát figyelj, ehhez nem kell sok ész, ezt tudod, mi kell? Hogy legyen egy kis beszélőként, meg gyorsan reagálj. Aki gyorsan reagál, az sokkal okosabbnak és sokkal talpra esettebbnek tűhet a televízióban, mint az, aki esetleg nála sokkal okosabb, csak hirtelen nem jut eszébe, hanem egy fél óra múlva jut eszébe, ami nem jó. Ez kb. A természet törvénye, hogy aki erősebb az. Ezért, hogy mindenki műsorvezető akar lenni, és aztán nagyon kevés embernek sikerül jól csinálni. És nem mindenkinek kell annak lennie. Ezt annak nem tud elmagyarázni, aki az akar lenni, de aztán hiába mondod neki, hogy ne legyen. Még legyen a zene. Milyen kihívást látsz a jelenleg? Hát most azért most egy kicsit korcsosodását éljük szerintem a hip-hopnak is, szerintem minél butább, amatőrebb, annál rosszabb, de ez vissza fog kanyarodni, mint ahogy visszakanyarodott a rockzene, amikor eltűnt, volt egy 10 év, amikor eltűnt a rockzene, és aztán nagyon visszajött a rockzene, és nagyon ment, szerintem úgy, hogy vissza fog jönni, most már inkább a deáktéri rapperekről szól a hip-hop, annak idején, amikor mi elkezdtük, akkor még arról szólt, ami valójában társadalmi probléma, a szegénység, a család, a mindennapok túlélése, azok a gyerekek, akiknek nem adatik meg minden, most meg arról szól, hogy a deáktéren szerelmeskedünk, és a szexben az ölelés a legjobb, igen. Mi még ezt valahogy máshogy mondtuk annak idején, meg a gangstazólék, hogy szexben az ölés a legjobb, most meg már ez megy. De ezzel nincsen semmi gond, csak szerintem ez egy ilyen körforgás, mint ahogy a 90-es évek most megint visszajött, mint ruhába, mindenbe, ez megint el fog múlni, ez megint visszajön, aztán majd megint ez jön vissza. Rögtön megnéztük a izén, egyből lúrult. Ez a gangstazóli meg... Azt az utat neki, hogy vezet Egyiptom. Egyiptom! Senki a Csütörtök reggel van, és itt vagyunk a római parton, ugyanis megkerestek a Magellántól, hogy a Mokkában lévő témát, ami a kutyák, háziállatok Instagramon, arról még egy kicsit beszélgessünk, hogy itt kezdjük a reggelt, utána pedig elindulunk a koncertre. Fámról én életemben nem hallottam, és ez egy kastély, és ott lesz a koncert, amire megyünk, most pedig itt vagyunk a Duna partján, hát lehetnénk a rakparton is, de ez nem a rakpart, és a koncertre ugye nem fogom vinni a kamerát, úgyhogy átváltok most a telefonomra, és akkor nézzük meg, hogy milyen a telefonon a felvétel, innentől ezen fogok közvetíteni, és azt az élményt, amire fél éve várok, átadni. És most már ilyen a telefon, talán meg kéne törölni, de most megtöröltem, na ilyen a telefon, remélem jól fog hallani, és akkor induljunk el a koncertre, mert mindjárt itt lesz a taxi. Ne pozolj, Gábor, ez videó. Ja. Ezt majd kisipoltam. Most mászunk fel, mert egy kastélyban van a... És ez most bekerül a vlogba? De te már ilyen regular szereplő vagy. Sziasztok! Tudjátok, ő a srác, aki fél a drónnál Varsóban, hogyha nem láttátok, akkor... És nézzétek ezt a tájat! Hogy el fogom nektek mondani, hogy hol vagyunk Nickelback koncerten, hol máshol lennék, és ez az 5. Nickelback koncertem, már egyről, Kaliforniában tavaly évről meséltem is. Ez meg Ausztriában van, és egy annyira durva jó lokáción vagyunk. Tehát ott van mögöttünk, hogy ahogy látjátok, egy vár, egy középkori, vagy nem tudom mikori vár. Ott van mögöttünk a maga a koncert, ahol lesz az egész, és fesztiválos, de valahol mégsem. Imádom, úgyhogy innentől most sem tudom, hogy milyen a hang, de biztos, hogy ahogy a koncert elindul, nem lesz a legjobb a hang, úgyhogy jöjjön valamilyen kis bevágás a kedvenc Nickelback számaimból, és ti is írjátok meg mindenféleképpen, ha utáljátok, mert nagyon sokan trashelik a Nickelbacket, hogy miért utáljátok, egyszerűen nem értem, viszont ha van kedvenc számotok, akkor meg azt írjátok meg, hogy mi a kedvenc Nickelbacketek. Szevasztok! When we play it live, you guys all scream, you look so much cuter with something in your mouth. Are you guys ready? Alright, let's try this. Here we go. I'm just telling a lie that doesn't ever get it. It's like the bottom of the knife that I'm never gonna witness. Koncert az eszméletlen volt, én még nem láttam, amit már ti most már láttátok, remélem a hang az jó volt. Nagyon reggel van, mert vissza kell érnünk délre, Gábornak tárgyalása van. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, biztos a nyár hozza ki ezeket az élményeket, hogy random egy héten belül ilyen sok minden történhetett. Én imádtam, remélem még nagyon sok ilyen lesz az egész nyár folyamán, most pedig indulunk vissza, sziasztok!